Kedves nézőink, csütörtökön tartott a születi báját a Tínföldgyári Nyugdíjas Klub a kaszinóban. A rendezvényen mi is ott jártunk, kérem, tekintsék meg felvételeinket. Kedves barátaim, én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és előre is elnézést kérek, hogy csak röviden szeretnék beszélni, mert utóbbi időben már annyit beszéltem, hogy magam is unom magamat, és inkább mutogatni szeretnék, és az elmúlt hétvégén történt választási eredményt szeretném nektek megköszönni, mindenki, aki támogatott, aki segített, annak, aki gondolt erre a dologra, de nem tudott elmenni, annak is valamilyen formában, és a férfiaknak a kezét azt így szeretném megszorítani, a hölgyeknek meg küldenék egy puszit. És hát ugye ez a születi bálatok, hát Magyarországon ugye januártól decemberig születi bál van, úgyhogy ez tényleg jól illeszkedik a hangulatba. Én nagyon jó szórakozást kívánok nektek, és hát megnyitom a bált. Köszönöm szépen! Erősen gyülekeznek már a vendégek itt a bárra. Hány résztvevőre számítanak? 150 körülire. 150-nek küldtünk ki meghívót, de eléggé megtelett már terem, úgyhogy gondolom, hogy eljön mindenki. Az egy pápai kivételével, akik jelezték, hogy nem tudnak, 15 személy nem tud jönni. Ezek szerint más klubokkal együtt rendezik ezt a bárt? Igen, minden éven. Vagy a farsangi bált, vagy a születi bált. Mi mondjuk a születi bált szoktuk megtartani jobban, de mi is részt veszünk az őkén, ahova hívnak bennünket. Milyen klubok jönnek mi? Hát jönnek a őszi rózsa, lila akác, orhidea, bányászok. Lesznek-e kísérő rendezvények itt a bál alkalmával? Hát olyan kis, hát egy olyan, hogy csak mi, amit előadunk, kis születi mulatság, hát csak ének, meg egy-két vers, nem az idén nem akartunk annyira belemerülni, mint tavaly, hogy ugye egy színdarabot játszottunk el. Most ez elmarad, mert nekem nagyon sok halottam van most, és így nem. Esetleg tombola? A tombola az igen, azt mindig árusítunk, és így segítjük egymást. Szóval a klubokat így segítjük ki, véleményem szerint, hogy egy kis pluszként legyen valami kis pénzünk. A zenét kik szolgáltatja? A zenét a Szímeszter Imre fogja szolgáltatni nekünk, minden éven ő csinálja, és nem akarunk eltérni tőle, vagy nem tudom, megszoktuk. De jól muzsikál, jó kis zenét szok alkotni nekünk, és így jó, meg vagyunk vele elégedve. Egyébként a fogyasztani való, enni való, az mindenki saját maga gondoskodik róla, tehát Batyusbál? Hát végeredményben Batyusbál is, de mi is rendelünk bort, egy kis bort, egy kis üdítőt, kis szódát, pogácsát, ugye a terikéjék adják minden éven, a Kleihanszerikéjék, a családsegítőtől, és ez nagyon nagy segítség nekünk tényleg. És a többit meg süteményt, azt mi magunk sütöttük mindannyian. Nem vagyunk sokan, nagyon, szóval a mi klubunk is nagyon, hogyan mondjam, nagyon lebetegedik. Nagyon sok a betegünk, akit nem győzünk mi magunk látogatni, gondját viselni soknak, és úgy érzem, hogy sok, és már mi is úgy kezdünk, hogy kiborulni. Tényleg. Meddig tervezik tartani bárt? Hát én úgy terveztem, hogy talán a 8-ra, mert holnap meg menni kell kártyaversenyre pápára, és ugye tőlünk megyek én, és négyen megyünk, egy csapat megint, és azt nem lehet kihagyni. Tehát sűrű a program akkor? Igen, mert kell a teke, a minden van, szóval ahova tudunk, mindenhova elmegyünk. Házátadásoknál én azért vagyok büszke klubunkra, mert valóban bármire megkérnek bennünk bármikor, biztos, hogy egy 10-12 személyt össze tudok szedni, hogy oda elmenjünk, ahova kell.